ez a műfaj, a talk show annyiban mégiscsak eredeti, legalábbis mi felénk, hogy a mi kereteink között elsősorban nem okos tojások, bocsánatot kérek, szóval nem minden tudó szakemberek népesítik be kizárólag a tévéstúdiót, hanem főleg olyan érintettek, akikkel a műsor témájába vágó történetek megestek, akik tehát első számú átélői a szituációknak, és tapasztalataikat bizony saját bőrükön szerezték. Például ma este erőszakos cselekedetek tanúit hívtuk meg ide a Televízió 8-as stúdiójába. Olyanokat, akik borzalmaknak lettek, akarva vagy akaratlan a részesei. Ugyebár az ember élete pillanatok egymás utániságából áll, és a dolgok természetéből adódóan mindig csak utóbb derül ki, hogy valójában melyik pillanat is volt a fontos. Szerencsére csak kevesen vannak olyanok, akik idővel abba a helyzetbe kerülnek, hogy mások sorsát aszerint kényszerülnek eldönteni, hogy egy adott esetben mennyire pontosan is működött emlékezetük pillanatfényképezőgépe. Ha én itt a nézőink egyikét, másikát mondjuk, idejövök, jó? És ezt az urat arra kérem, hogy csukja be a szemét, jó? Tegye azt meg a kedvemért, de nem érlesni, és mondja meg azt nekem, legyen olyan kedves, hogy milyen cipő van rajtam. Fekete. Ez eddig rendben van. Valóban fekete. Fűzős vagy csattos? Fűzős. Aha. Nem figyelte meg igazán. Igen, egyébként a férfiak sokkal rosszabb megfigyelők, mint a hölgyek, tehát éppen ezért föl van mentve. Egyébként csattos. És akkor már ne is kérdezem, hogy hány csattos, mert hogy ezt én sem tudom várni, pedig nem először van rajtam. 4 csattos. Na jó, szóval ugye mindez azt példázza, hogy emlékezetünk roppant esetlegesen működik. Igaz, ami igaz, jobb esélye van a megtörtént dolgok előhívásának abban az esetben, ha valamilyen nem hétköznapi, azaz valamilyen drámai esemény utóbb belénk égeti a negatívját. Ugyanakkor, és ez is hozzátartozik ma esti témánkhoz, egyes pszichológusok, főleg egyes kriminálpszichológusok szerint azért kell roppant óvatosan bánni minden emlékkel, mert nem csak az emlékezetünk megbízhatatlan, hanem ráadásul egy-egy cselekedet természetesen annak az embernek a személyiségén keresztül tükröződik, aki látja vagy átéli azt. Tehát a tanú, ha nagyon végletesen fogalmazok, teljes gyerekkora és totális élményanyaga is benne van egy-egy tanúságtételben. Ma tehát tanúkat fognak látni és hallani, és már jó előre fölhívom mind a jelenlévők, mind pedig a tévékészülékek előtt ülők figyelmét arra, hogy a következőkben olyan megrázó bűncselekmények részleteit tárjuk önök elé, amelyeknek a stúdióban ülő vendégeink privát érintettje is. Tehát saját borzalmaikat, egyben saját megrázkódtatásaikat adják elő, amiért már is köszönet jár nekik, még akkor is, ha nem minden esetben mi kutattuk fel őket, hanem a legtöbben maguk jelentkeztek. Tehát ma esti témánk és vendégeink erőszakos cselekedetek tanúi. Ugyebár az ember mindenre képes, ha a barátjáról van szó. Segít neki, ha a másik bajba jut, segít, ha netalántán megtámadják. És egy barátságban mégis egyszer csak eljöhet az a nap, amikor a bíróságon arról kell tanúskodni egy barátnak, hogy hogyan szúrta bele apja a kést épp a barátjába. Tóth József történetét halljuk most. Ez tavaly október 16-án történt, kerestem az Istvánt a lakásán, édesapja nyitotta ki az ajtót, kérdeztem, hogy hol van az István erre, elég ittas állapotban volt, és szidalmazás közepette becsapta az ajtót. Már hogy az édesapa? Igen, igen. És én erre nagyon ideges lettem, megkerestem az Istvánt, hogy hol van, és együtt visszamentünk. De ezután valahogy úgy történt, hogy az István valahogy rátérdelt édesapja mellkasára, akkor eltört két bordája. Tehát akkor előbb-utóbb a szóváltás verekedésé fajult, igen. Utána kikerültünk a konyhába, és ott is veszekedtünk mind a hárman együttesen, és az édesapja akkor előrántott egy kést a hűtő tetejéről, és az István az kirántott engem a konyhából, és sőt szúrta meg kétszer. Igazából ez a kés ön ellen irányult? Lehetséges. És kétszer megszúrta az apa a saját fiát. Igen, igen. Mi lett a következménye? A következmény az lett, hogy az István, ami lerohantunk az ötödikről lépcsőn. Az István volt még annyi ereje István? Nem? Igen, igen. Utána őt elvitte a mentő, nekem ott kellett maradnom, rendőrökkel beszélni, és
utána beidéztek a Gyorskocsi utcába egyszer az édesapjával, és az egy váróteremben voltunk ketten, az édesapja meg én, és azt mondta, hogy valahogy úgy tanúskodjak, hogy neki is jó legyen, vagy különben bajom származhat belőle. Mondta ezt István édesapja. Mi előtt itt folytatná a történet további részét. Azt azért nem értem pontosan, hogy miért vitte haza Istvánt, ha egyszer a szóváltás már elindult azzal a pillanattal, hogy önt meglátta az ajtóban István édesapja. Szóval miért provokálta a helyzetet, miért öntött olajat a tűzre? Na, az az igazság, hogy eléggé felhúztam magamat ezzel, hogy szidalmazott engem, és ezt akartam vele tisztázni, nem ilyen módon, hanem barátságosabban. Milyen büntetés szabott ki a bíróság? Hát a bíróság az édesapjának 1 év börtönt, 2 év felfüggesztésre, és az István kapott 10 hónap börtönt, 3 év felfüggesztésre. Volt egyszer egy olyan, hogy Istvánt kerestem kaputelefonon, és az édesapja vette fel a telefont, kerestem, lecsapta a telefont, én hátul mentem el a ház mögött, és akkor hátba lőtt egy ólomgolyóval. Hátba lőtt egy ólomgolyóval. Mennyire rázta meg az önt, hogy ennek az egész történetnek, tehát a verekedésnek, a dulakodásnak, a késelésnek ön szemtanúja volt? Hát eléggé megrázott, ezt most így nem tudom elmondani. Párszor úgy eszembe jut, és akkor eléggé ideges. Mind a mai napig nyoma van az életében? Hát úgy magamban igen. Arról, hogy ma mi van Tóth József barátjával és időközben elítélt apjával, maga a fiatalember nyilatkozik, ellenfényben, hogy ezt mondani szoktuk, hogy ne okozzunk további kényelmetlenséget a fiú és apja kényszerű életközösségében. Erre fordultál már önnel, hogy önökkel, hogy a helyzet ilyen fokon elmérgesedett? Igen, igen. 93. májusában. És akkor mi történt? Akkor is szóváltás volt eleinte, aztán lögdösődés, dulakodás, mikor látta apu, hogy nem tud velem mit kezdeni, kiment a konyhába egy körülbelül 50-55 centi hosszú bozótvágó késér. Mikor hallottam, hogy elővette, bementem a szobámba egy 55 centi penge hosszúságú, házilag készített, hát úgymond szamuráj kardér, és... Az otthon van, magánál tart ilyet? Már nincs. És... Hát azzal próbáltam védekezni, de... Hát apu megvágott engem, utána én is megvágtam őt, és... Hát megvágta apu a bal kész fejemet, és... Utána a kardot eldobtam felé, beleállt a szekrény sorba. Utána kénytelen voltam virágcserepekkel védekezni, ugyanis apu megfogta a kardot is, és bozótvágó késsel és karddal jött felém. És hadd kérdezze meg, a papája milyen fizimiskája, ugyanolyan súlycsoportban van, mint maga? Nem, elég sovány. Sovány, de szívós. Ma is még egy fedél alatt laknak? Igen. De milyen a viszony maguk között, beszélnek egymással egyáltalán? Csak ha nagyon muszáj. De mégis mekkora lakás, kicsi lakásban laknak, hát lakótele? 57 négyzetméteres. Akkor nem is lehet elkerülni azt, hogy nap mint nap ne találkozzanak? Nem. Ez maga a pokol lehet, nem? Végül is kibírható, már reggel maximum 5 percet találkozok vele, míg együtt egy lakásban vagyunk. Este meg hazamegyek munkából, megfürdök, átöltözök, és megyek le az ismerősökhöz, haverokhoz. Tehát a lehető legkevesebbet igen, van otthon. Igen. Nem fél attól, hogy az apja provokálni fogja, hisz... De. Attól félek. És mit tud ellene tenni? Semmit. Annyit, hogy elmegyek otthonról. Dr. Kertész Imre egyetemi tanár, a legfőbb ügyészség főmunkatársa. Azt kellene legelőször is tisztázni, hogy a tanú sok esetben csak azt jelenti, hogy szemtanúja az esetnek, hanem átélője, mint ahogy hallottuk itt például, akár sértettje is. A sértett is tanú jogilag. Rátvég Istvánnál olvasható, hogy valamikor
egy nagy földbirtok eladásánál kivitték az iskolát, és ott jól elnáspágolták a gyerekeket azzal, hogy mikor fölnőnek is fognak emlékezni, hogy hol van az új határvonal. Éppen 100 évvel ezelőtt jelent meg a kriminálpszichológia alapmunka, egy 1500 oldalas munka Hans Grosztól, hogy ő leír egy esetet, egy rabszökésnél az összes fegyőr azt mondta, hogy egy nagy kés volt a vezér kezében, utólag kiderült, hogy egy heringet tartott a kezébe, azt látták késnek. Tehát az ijegységtől túl dimenziálja a tárgyakat. Ami egyúttal persze nekem azt is az eszembe juttatja, és ez akkor legyen inkább kérdés másik szakértőnk, dr. Boros János kriminálpszichológushoz, hogy tudnélik nagy lelki tehertétele tanúnak lenni. Hát tulajdonképpen ennek két oldala van ennek a kérdésnek. Az egyik az, amikor tanúként, vagy akár sértetként átéljük az erőszakos cselekményt, ami egy óriási trauma mindenki számára, hogyha az ember belegondol abba, hogy mennyire megrázza az embert, egy egyszerű utcai verekedést lát valahol, elcsattan 2-3 pofon, az embert megrázza mindenképpen. Tehát ez nyilvánvalóan egy hihetetlen trauma, ráadásul ezt ugye el kell mondani a rendőrségen több alkalommal, el kell mondani az ügyészségen, a bíróságon szintén több alkalommal, és el kell mondani a tárgyaláson, ahol több ember van együtt, és ilyenkor minden alkalommal fel kell idézni, minden alkalommal újra át kell élni ezt a traumát. Na most bocsánatot kérek, mi a gyakoribb, hogy elmennek tanúskodni az emberek, vagy nem? Sajnos az a helyzet, hogy a bírósági ülések azért húzódnak el, mert igen sokan nem mennek el tanúskodni, és kénytelen a bíró elnapolni a tárgyalást. Kötelesség tanúskodni, a végén elővezetheti, bírságolja, és így ezzel nem nagyon szoktak élni ennek. Én utána néztem, az elmúlt 5 év gyakorlatában egy bíróság eseteit néztük át, gyakorlatilag nem éltek az elővezetés lehetőségével. Hiszen a tanútól azt várjuk, hogy segítsen az igazság felderítésébe. Balajca Tiborné doktor, aki a Pest megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztályának vezetője. Akkor nézzük meg, hogy konkrétan az önök gyakorlatában mi a helyzet. Elmennek az emberek, vagy inkább kibújnak, megtalálják a jó érvet? Meglátásom szerint a hagyományos bűncselekményekben, amiben az emberölést is beleértem, van a legsúlyosabbak egyike. Eljönnek a tanúk, mert bennük is él az igazságérzet, vagy azt, hogy segíteni azon, aki bajba jutott. Azt, hogy a tanúk nem akarnak eljönni, nem tanúskodnak, vagy netán ellenkezőleg, mint ahogy a valóság történt, az utóbbi 4-5 évnek a jelensége, amikor a szervezetbűnözés megjelent Magyarországon. Előtte is nyilván volt. Tehát fokozódik a tanúkban a félelem? Igen, ez az a ügykategória, amikor reálisan van esélye a tanúnak arra, hogy ténylegesen veszélybe kerül. Itt fogjuk folytatni. Az a gyanúm, hogy mostanában velem együtt talán önök is gyanakodva hallgatják, olvassák a skinheadekről szóló híreket, hiszen hogy nem jogerős bírósági ítéletekről nem, csak színes bőrűeket ért támadásokról kapunk információkat. A következő vendégem, Oké Michael Sunday, bármilyen furcsa ez a neve, 23 éves nigériai orvostan hallgató, aki Budapesten tanul, és most egy nemrégiben őt ért támadás hiteles kronológiáját meséli el, a megijedés pillanatától a menekülésén át barátnője orvoshoz segítéséig. A barátnő egyébként fehérbőrű és magyar, és csak azért verték véresre a bőrfejűek, mert színesbőrű barátjának, Michaelnek sikerült megszöknie üldözői elől. A volt barátom, mert Ferenc körült metróállomásnál szálltunk fel, én észre sem vettem, hogy az első kocsiban voltak egy olyan 20 vagy 15 körüli skinhead. A volt barátom észrevette őket, a klinikák állomásnál alig szálltunk ki a metróból, amikor a skinhead csoportból kirohant 3 nagy alkatú. Bocsánat, egy pillanatra megakasztom, mi reprodukáltattuk a történetet, és van egy idevágó filmünk is, utóbb a mi kedvünkért ugye megmutatta, hogy hogy történt. Itt utazik a metrószerelvényen, a barátnő már azóta nem az a barátnő, úgyhogy most barátnőt nem rendeltünk ön mellé, ugyebár. Klinikák állomás. A klinikáknál úgy tudtuk volna kimenni az előjáróból, hogy rajtuk keresztül mentünk volna. És valahogy ügyesen befelé tudtam őket terelni, és egy-két rugás a lábamra ellenére fel tudtam futni a mozgó lépcsőn. Tehát már elérték önt rugásokkal ezek a skinheadek? Igen.
A barátnő önnel együtt futott, vagy ő lent maradt? Sajnos ő nem tudott, nem sikerült neki elfutni. Ráadásul ő mondta nekem, hogy fussak el. És ott orrba verték. Amikor hátra néztem, menet közben láttam, hogy már teljesen vérben vézett az orra. Ön itt kifut a metró megállóból? Igen, és pont ott a klinikánál van egy taxiállomás, épp átbent egy taxi, gyorsan hozzámentem, nagyon jó lelkű ember volt a taxis, és felvitt, és begoogoltam a szék alatt, és úgy tudtam a helyszínről elmenekülni. Ezek után nyilván feljelentést tett a rendőrségen? Igen, aztán feljelentést tettünk a rendőrségen, és az igazán a rendőrség pár órán belül előkerítették az elkövetők, és megtüntett a rendszeres eljárás, szembesítés, és... Na, az nem lehetett egy könnyű pillanat, amikor magának szembe kellett állni a három skinheaddel. Hát nem igazán volt könnyű, kellemese volt. De... Ez egyébként szemtől szembe történik? Tehát semmiféle válaszfal, semmiféle védelmi felület nincsen maga előtt, hanem ott állnak egymással szemközt? Igen. Szóval... Hogy viselkedtek ezek a fiúk akkor? Hát ezek a fiúk már... Ezután, miután már elkaptak, már teljesen remegtek az idegtől, már féltek nagyon. Mert amikor a csoportban vannak, gondolom be vannak rúgva, vagy már valamit szívtak, akkor nagyon vagányok. De amikor elkapják őket, akkor teljesen olyan úgy viselkednek, mint a gyerekek lennének. Tud arról valamit, hogy mi lett az ügy vége? Tehát, hogy megbüntették-e őket? Igen, aztán a 8. kapitányságon ott tartottak őket bent egy hónapig, és utána átadták az ügyet a főkapitányságra, ahol bent ültek két hónapig, és aztán kiengedték őket. Három hónap volt a büntetés, de bíróságig nem jutottak. Bíróságig egyáltalán nem jutottak, mert én igazán azt gondoltam, hogy valahogy a feletesek, valaki ismerősök szóltak, hogy ne legyen belőle. Ne legyen belőle, mert nem volt bíróság eljárás belőle, annak ellenére, hogy engem lelkileg nagyon megviselt az úgy. Milyen volt a rendőrség hozzáállása ez az ügyhöz? Akár önhöz, akár a skinheadekhez? Szóval korábban történt ilyen támadások, és más színes borúval is. A rendőrök, megmondom őszintén, nem voltak igazán segítőkész. De ebben az esetben, mivel megtudták, hogy előző esetben, amikor történt korábban velem valami, beállt az amerikai követség, beállt a Soti Egyetem, beállt a nigeri követség. És amikor ez megtörtént, akkor inkább most jobban foglalkoztak velem. Egyébként nekem is ez a tapasztalatom, pontosabban, hát ha az ember rendszeresen újságot olvas és hall ilyen skinhead támadásokról, tehát hogy skinheadek színesbőrűeket megtámadnak, akkor soha, vagy az esetek legritkábbikában lehet olvasni arról, hogy itt bírósági szakaszig eljutott volna az ügy. Ha már van egy rendőr vendégünk, Balajca Tiborné, hadd kérdezzem már meg öntől, hogy miért van az, hogy ezek az ügyek tulajdonképpen a rendőrségi szakasznál zárulnak le, illetve nem jutnak tovább? Azt kell mondjam, hogy ez nem felel meg így a valóságnak, nem zárulnak a rendőri szakaszban ezek az ügyek. Számos ítélet született a jasindokból elkövetett súlyos testi sértés büntett bűncselekmény miatt. Most a konkrét ügyben én nem tudom, mi volt a végkifejlete. Az, hogy ön meri azt állítani, hogy mondjuk a statisztikai sokaság azt mutatja, hogy legalább annyiszor hoznak ítéletet skinhead színesbőrű támadása ügyében is, mint az egyéb bűncselekmények ügyében? Igen, merem állítani, ugyanis az, hogy a rendőri szakból tovább kerül-e vagy nem, annak több oka lehet. Lehet, hogy bizonyítottság hiányában kell már rendőri szakban megszüntetni az eljárás, lehet, hogy az ügyész nem emel vádat, mert nem látja megalapozottnak, nem látja bizonyíthatónak. Michael, hogyan lehet azt megoldani, hogy vagy mit kell annak érdekében tenni az embernek, hogy mondjuk ne utálja meg egy az egyben annak az országnak a népét, ahol vele ilyen események, ilyen súlyos események történnek, hiszen itt ugye nem az egész ország hozzáállásáról van szó, hanem egy kis csoportnak a hozzáállásáról. Hát én szerintem ebben az ügyben teljesen értelmesnek kell lenni. Meg kell érteni, hogy mindennek ellenére vannak azért nagyon jó emberek, és magyar nép maga nagyon barátságos nép. És csak egy kis csoport, ez a lakosság, egy olyan 3000 ember, akiket
őrizetbe lehet venni, és ez az egészet meg lehet szüntetni, hogy az állam akarna megtenni. Másodjárva a világban tapasztal-e ilyen mérvű fajgyűlöletet? Hát én már voltam sok helyen a világban, voltam Amerikában, Angliában, sok helyen. Ilyet sose fordult elő. Amikor a bátyám, aki Angliában, amikor annak elmeséltem, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy ilyet megtörténhetne valahol egy színegyború, ebben a században, amiben élünk. Képes lenne így aztán mindezeket figyelembe véve, mondjuk ebben az országban, azaz nálunk letelepedni, hosszabb időre, itt élni? Szóval attól függ, mert az embernek a közbiztonsága nagyon fontos, hogy az kormány meg tudja azt tenni, hogy az egyes polgárnak, külföldi vagy magyar, a biztonságos környezetben élne, hát én nem láttam, semmi ellenkifogásra nem lenne itt telepedni. Csak ezt oldanák meg. Csak ezt oldanom meg, mert mondom, a magyar nép nagyon barátságos ember. Milyen módon alakította át az életmódját ez a konkrét eset? Hát ez az eset igazán átalakította az életemet, mert akkor rájöttem, hogy késő este nem volna szabad kimennem. És azóta nem is jár késő este az utcán? Ha járni késő este, akkor sok taxival. Kérem szépen, a következő történet egy taxiról, illetve egy taxisról szól. Sokszor gondolom azt, hogyha a taxiban utazom, hogy talán nincs is olyan taxisofőr, aki ne pergetné végig magában, mi lenne, hogy lenne, ha megtámadnák. Különösen reálisági gondolat azóta, hogy egyre gyakoribbak a taxisofőrök elleni támadások. Nemrégiben ugyebár itt volt a hűvösvölgyi taxis gyilkosság. Akit most be fogok mutatni önöknek, nem tipikus tanú, hiszen a büntetőjog szerint, ahogy ezt az előbb hallottuk, sértett is, de ami a lényeg, hogy szerencsés túlélő az illető. Az egyik augusztus végi hajnalon Budapesten a Lánchídnál egy külföldi trió intette le Szász József taxiát. Szerencsés fuvarnak ígérkezett, mint utóbb kiderült, ukránok voltak, akik nem sajnálták a borravalót. Két budapesti cím lejárása után az úti cél Siófok lett. A taxi belsejében jó hangulatban telt az idő. A jól öltözött utasok barátságosan viselkedtek Szásszal, cigarettával kínálták. Kiderült, hogy egyikük otthon maga is taxizik. Az M7-esen haladva egyikük hirtelen megkérte Szász Józsefet, hogy álljon le, szeretne könnyíteni magán. Le is kanyarodtak a legközelebbi parkolóba, beálltak egy kamion mellé. Miután az illető elvégezte dolgát, beszálltak az autóba, és a sofőr újraindított. Nem sokkal ezután annyit érzett csak a gépkocsi vezetője, hogy valamit a nyakába dobtak. Ösztönösen maga elé kapta a kezét, így sikerült a, mint kiderült, derékszíjat a nyakából kivetnie. Ezzel egyidejűleg valami melegség öntötte el, a vére volt. A mellette ülő utas ezen közben egy nagyon erős gázspré egész tartalmát az arcába fújta. Az épp csak guruló autó beleütközött a mellette parkoló kamionba és leállt. Szász Józsefnek a gáztól teljesen vakon annyi lélek jelenléte volt, hogy feltépje az autó ajtaját és kiugorjon. Menekült. Az egyik késdöfés azonban a torkát érte. A taxisofőr összesen közel 40 szúrást kapott azon az éjjelen. Másnap 3 órás műtét után tért magához. Mint kiderült, nagy szerencséje volt. Azon a hajnalon 2 fehérvári rendőr állt a szemközti parkolóban. Hangokat hallottak a túloldalról, a kamion mellől. Az utolsó pillanatban érkeztek. Az eszméletlen Szász Józsefet a gyilkosok akkor próbálták az autó csomagtartójába betenni. A két rendőr mindhárom tettest elfogta. Hála tudománynak, az orvostudománynak, Szász József ma már éppen egészségesen itt ül körünkben. Bármilyen, talán kicsit naívnak tűnik ez a kérdés, de engem az érdekel, mint amit a bevezetőben is mondtam, elsősorban, hogy tudnék, az embernek, aki taxisofőr, keletkezik-e mindenkor egy apró gyanúja? Tehát van egy olyan érzés, amikor beül nap, mint nap a taxiba, hogy ma is történhet velem valami rossz? Hát ezek után, az események után most már minden nap úgy megyek ki. Azelőtt nem voltak azért ennyire bennem ilyen dolgok, mert azért a testfelépítésem is olyan, amitől nem kell azért annyira megijednem. És most is ennek is köszönhetem az életem. És hát annak idején persze valamennyi szorongás mindig van az emberbe, aki megy oda dolgozni. De azért mindig abba bízunk, sokan meg is kérdezték tőlem mindig utasok, hogy nem fél, mivel éjszaka dolgozom. És mindig azt mondtam, benne van a pakliba.
akkor, amikor ez az eset történt, augusztus volt, ugye? Igen. Augusztusban történt, azért már túl voltunk számos orosz, csecsen, ukrán, maffia történeten. Amikor mondjuk az idegen akcentust, az oroszos, mert ukránok voltak az elkövetők javarészt, mondjuk az oroszos akcentust hallotta, akkor sem keletkezett tömbben semmiféle rossz érzés? Nem volt gyanakvással? Hát igen. Én a éjszakai taxis vagyok, és általában szállodáknál dolgozom, kaszinóknál, olyan helyeken, ahol a utasaimnak a 80%-a külföldi. Most az oroszok köztudott, nem csak a taxi üzleti életben is legjobban fizető kuncsaftok. Aha, szóval kifejezetten örült ennek, hiszen úgy tűnik, hogy egy ma estére is megvan egy jó biznisz. Így van. És sajnos nem ücsült el a dolog, ahogy terveztem. Önöket egyébként az égvilágon semmi nem védi? Tehát változatlanul a taxis ki van szolgáltatva az utasának 100%-osan? Hát én valószínű, hogy annyival könnyebb helyzetben vagyok, hogy én URH-s taxis vagyok, és én be tudok szólni egy központnak, vagy többi kollégának segítséget tudok hívni. Most aki olyan helyzetben van, hogy nálunk úgy mondják, hogy mezitlábas, aki nem tartozik semmilyen céghez, az nem tud beszólni, mert annak csak maximum a rádiója szól az autójába. Hát éppen az ön példája bizonyítja, ugyebár, hogy mit ér a rádió abban az esetben, hogyha egy ilyen támadás éri az embert. Igen, itt Pest területén jó, de 50 kilométer a hatótávolsága. Most ahol ez történt, ott már nem volt se adásom, se vételem. Ott már nem tudtam csak a segítséget kérni senkitől. Melyik volt az az utolsó pillanat, amikor még biztonságban érezte magát? Mondja, hogy úgy történnek ezek a dolgok, mintha nem is az emberrel történnének, tehát már-már filmszerűen. Ha visszapergeti, akkor ugye elindulnak, beszállnak ezek hárman, egymással beszélgetnek, ön nem hiszem, hogy bírja az ukrán nyelvet, tehát valószínűleg önnel nem kommunikáltak. Nem. Hát amennyit angolul, németül az egyik, az tudott valamennyit, aztán úgy megértegettük egymást, végül is amit akartak, azt megtudtuk. Most végül is végig megvolt bennem az érzés, hogy nem történt semmi az utolsó pillanatig, addig míg a... Kedvesek voltak? Kedvesek, aranyosak. Hát, hogy a tudósításban is az állt, cigivel kínáltak, rendesek voltak, jópofáskodtak. Szóval nem utalta arra, valószínű, hogy ez volt a terv, hogy eltereljék a figyelmemet. Az kiderült bármikor is az ön számára, nyilván utóbb, hogy miért akarták eltenni, pláne ilyen brutális módon önt? Hát az a mai napig nem terült ki. Most valószínű, hogy az autót szerették volna, mivel taxis azért 200.000 forintokkal nem járkál az utcán. Igen, de a pénzére nem vadászhattak. Pénzére nem, az pár ezer forint, ami az embernél van, azzal nem voltak kisegítve, úgyhogy valószínűleg egy szándékuk lehetett az autó. Az meg nem is volt azért egy olyan horribilis összegű autó, amit nem értek, hogy miért kellett volna. Sárga rendszám, stb., ami miatt három ukrán, nem tudom, mit kerestek volna benne, vagy meddig jutottak volna el vele. Azóta mindhárom tettest megfogták, ugye? Igen, azóta most már mind a három. A hölgy az elmenekült, mert egy hölgy volt, meg két férfi, de utána elkapták azt is. Úgyhogy... Ön már találkozott velük? Tehát volt szembesítés? Hát egyszer voltam lent, ez Fehérváron folyik az ügyem, Fehérvári rendőrkapitányságon, és egyszer voltam lent, akkor a hölgyel találkoztam, csak még az egyiknek végül is kiderült, a felesége volt. Milyen volt ez a találkozás? Nekem lett egy pár kérdésem hozzá, mert elvitte a pénztárcámat, a slusszkulcsomat, amit végül is a rendőrök még nem is tudtak, hogy ő elvitte. Ezt akartam megkérdezni, hogy ha igen, már találkoztunk, hova tette? Igen. Uh-huh. Végül is ő azt mondta, hogy ő nem tette el. A következő eset, ha lehet így mondani, példa a klasszikus értelemben vett tanúságra. Vendégem Rétik Szénia, aki egy gyilkosságot élt végig anélkül, hogy tudta volna, mivel összefüggésben lát osonó alakokat a szomszédja kertjében. Maga az ablakból azért fürkészte az utcát, mert unokáját várta haza. Természetesen mindenáron nem akarom őt összefüggésbe hozni Miss Marple-lel, a mindig környezetét figyelő Agatha Christie hősnővel, de egyszer vendégemnek saját verziója van egy gyilkosságról, mégiscsak indokolt, hogy szóba hozzam a kedvelt regényhőst is. Először Rétik Széni esetében is arra vagyok kíváncsi, hogy mit látott, és ezekből milyen következtetéseket vont le. Igen, tehát az eset valóban az volt, hogy egy kertvárosi környezetben, egy nagyon kellemes tavaszi hétvégi délutánon egy öreg, idős, egyedül élő hölgyet meggyilkoltak. És én ezen a délutánon, ebéd után többször kinéztem, mert vártam a pici unokámat, és kiderült, hogy olyan dolgokat is láttam, amik kapcsolatba hozhatók ezzel a gyilkossággal. És így lettem tulajdonképpen teljesen akaratomon kívül olyan eseményeknek a tanúi.
amik miatt hát valóban a bíróságra kerültem tanúként. Na most, amiket láttam, azok teljesen olyan gyanútlan dolgok, amik azt hiszem, hogy minden jövőmenő ember szemében ott vannak, csak utólag derül ki, hogy ez a megszokott utcaképbe vagy kertképbe nem illik bele. Mondanál konkrétan? Tehát konkrétan mondanám, hogy ennek a nének egy nagyon ápolt kertje volt, és ezt egy idős kertész bácsi ápolgatta. És ezen a délutánon én nem ezt az idős kertészt láttam a kertbe elosonni. Na most ez akkor nem tűnt fel nekem, illetve én igazán akkor nem is gondoltam arra, hogy ez egy gyanús momentum lett. Utólag a családomban mondták, hogy miért nem szóltam, mert mindenkiben akkor merült fel, hogy talán segíthettek volna a néninek, mikor bajba volt. Na most a másik az, aki mindenkivel előfordulhat, hogy két nagyon gyorsan egy idegen kapuból kijövő ifjú alakot láttam eltűnni. Tehát egy osonó alakot, és két újabb alakot. Na most alakot. Ez természetesen időben elcsúszva, nem azonos kitekintés alkalmával. És ez egyáltalán nem feltűnő az ember életében, mikor látja, de mikor kiderült, hogy egy pár óra múlva, hogy ez alatt az idő alatt ölték meg a nénit, akkor ébredt fel az emberbe az, hogy összekapcsolja a képet, hogy ez két olyan rendellenes esemény volt ott, ami valami miatt összekapcsolható a néni halálával. A rendőrség, illetve a bíróság, ugye ez még egy folyóügy, amiről igen. beszélünk. Ebben a pillanatban kit tekint gyanúsítottnak, az egy osonó alakot, avagy a két kijövő fiatalembert? Na most az egészhez hozzá kell tennem, hogy ez egy elég régi eset, tehát mint egy másfél éve történt, és én azóta minden hírtől elzárkoztam, ami ez ügyben nyilvánosságra hozzatatott, pont azért, hogy ne befolyásoljon. Tehát ideális tanú. Tehát ön csak azt mondja, amit látott, aztán legyen a többiek dolga, hogy ezt integrálják. Ebben a pillanatban minden jel szerint a két osonó, illetve hát a két elsiető alak áll a bíróság előtt. Legalábbis akkor, amikor én a bíróságon voltam, és velük szembesítettek, akkor ők ültek a vádlottak padján. Tehát ön őket felismerte, hogy ők voltak azok ketten. Illetve beazonosíthatók arra a két alakra, akiket én távozni láttam. De hát én csak áttételesen tudom ezt mondani, hogy beazonosítom őket, én csak az eltávozásukat tudom azonosítani. Hányszor jut az eszébe az embernek közben-közben, menet közben, hogy torkig van az egészen, és nem csinálja tovább, magyarán talál valamilyen indokot arra, hogy a továbbiakban ne legyen tanúja az ügynek? Azt hiszem nagyon sokszor. Szóval egy ilyen folyamatnak nagyon sok stációja van, nagyon sok fázisa, és a rendőrségi kihallgatáson is, illetve a jegyzőkönyvfelvételnél többször megkérdezik az embertől, hogy vállalja-e a következő lépést. Most majdnem mindig felmerül az, hogy most már tovább nem. És akkor mindig jön egy olyan kis lökés, hogy azzal az icipici kis mozzanattal, amit esetleg csak én láttam, azzal annak az embernek, aki ezt az egész folyamatot valami miatt kézbe tartja és rá tud látni, mert minden az ő kezébe fut össze, talán segíteni tudok abban, hogy tisztában lássa az egészet. De sokkal inkább motiválja az embert az, hogy ok nélkül senki ne kerüljön gyanúba. Tehát bármilyen pici kis mozzanatot ismer fel egy ilyen folyamatba, vagy tanúja volt, sokkal inkább motiválja abban, hogy tanú maradjon, hogy hát ha olyannak tud segítséget adni, aki ártatlan az ügyben. Hát ön egy ilyen lelkiismeretes. Hát nem merem állítani, most így alakult. Na hát a példa minden esetre ezt bizonyította. Rétik Széni a válasza azért egy sor további kérdés is az ember eszébe juttat. Például azt, hogy valójában hogyan védi nálunk a jog a tanút? Hát sajnos nem igazán védi, meg kell mondanom, hogyha őszinte választ vár. Most van egy törvényjavaslat a parlament előtt, az egy lépés lesz előre, de igazán az se fogja megoldani a kérdést. Ebben a javaslatban az szerepel, hogy amennyiben a tanú veszélyben van, akkor kívánságára az ügyirataiban a tanúnak a személyi adatai nem fognak szerepelni. Nem mondja, ez még mind a mai napig gyakorlat, hogy aki tanú, az összes személyi adatával szerepel a periratban? Hát nekem most a Pest megyei vizsgálati osztály vezetője, aki itt ül mellettem, bevallotta, hogy náluk ez nem gyakorlat, de hogy ők nem a törvény szerint járnak el, azt meg én kell elmondjam. Majd mostantól kezdve törvény, járnak el, csak megelőzik a saját idejüket, így van? Szóval a törvény megköveteli, hogy a tanú kihallgatás elején a tanútnak meg kell adni a személyi adatait. Na most szeretném azt elmondani, hogy lehet, hogy sokkal többet várnánk a törvénytől, de sehol a világon nem sikerült jogállamokban
ennél sokkal többet tenni. Igen, sok államban olyan intézkedéssel próbálkoznak, hogy a szexuális bűncselekmények sértetjei vagy áldozatainak ne kellessen a tárgyalóteremben találkoznia az elkövetővel. Ezt hogyan oldják meg? Technikai módszerekkel, tehát a kihallgatást videófelvételen rögzítik, vagy egy másik teremben történik, és a másik teremből közvetítik a bíróság számára. Egy pillanat, Balajca Tibornit hadd kérdezzem meg, hogy nálunk van bármiféle olyanra lehetőség, hogy a sértett vagy a tanú és az elkövető ne találkozzék? Hiába garantáljuk a rendőrségi szakaszban a tanúnak az anonimitását, hiába írja elő a törvény, hogy a vádiratra például nem szabad ráírni az ügyésznek a megidézendő tanúk címét, csak ami a bíróságnak megy arra a példányra, a bírósági eljárás az, ahol a fő probléma jelentkezik. Körülbelül 3 hete részt vettem egy börtönépítészeti konferencián, ahol az egyik amerikai tervező bemutatott egy tervrajzot, ami egy már működő amerikai börtönnek a tervrajza volt, amely olyan célt szolgált, hogy itt helyezték el azokat a tanukat, amiket pontosan meg akartak védeni a... Magyarul a tanút zárják börtönbe? A tanút zárják börtönbe. De jó! És olyan... És ez egy nem egyszerű börtön volt, ez körülbelül olyan szigorú börtön volt, mint Németországban az a börtön, ahol a Bader-Meinhofékat őrizték. Tehát szinte teljesen hermetikusan elzárták őket. Tovább csak tetszenek beszélni, ember nem marad, aki tanúskodna. Szóval nem elég még az, ami... Tehát ami... tárgyalás után kiengedik őket, persze. Kösz, csak a tárgyalás. Kösz, hát jó, hogy nem együtt az elkövetővel. Professzor úr? Hadd szóljak ehhez hozzá, mert börtönépítészetileg ez így van, de a valóságban azért nem egészen. Ugyanis ezek nem utcáról bejött tanúk, hanem ezek a szervezett bűnözésnek a magjában lévő olyan úgynevezett koronatanúk, akik hajlandók kiugrani, és hajlandók a társaik ellen tanúskodni. Egy tanúnak a családjával a védelme ebben az esetben $132,000 kerül. $132,000, és... Mennyi időre? Egész életébe védik. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatják a személyazonosságát, személyazonosító iratokat kap, elköltöztetik valami egész más városban, más név alatt elhelyezik, és egész életében bizonyos védelemben részesül. Szeretném elmondani, hogy idáig ezek közül, a védett tanúk közül a szervezett bűnözők már 30-at megöltek. Még a börtönben védett tanúk közül? Nem, ezek már a börtön után, mikor már más városba áthelyezték őket. Igaz, hogy minden esetben azt írja le ez a bizonyos, ennek a szolgálatnak a jelentése, amely ezzel foglalkozik, hogy minden esetben azért ölték meg őket, azért sikerült őket eltenni lábbalól a szervezett bűnözésnek, mert sértették azokat a konspirációs szabályokat, amik rájuk vonatkoznak. A most következőkben egy törékeny fiatal hölgyet láthatnak, aki valószínűleg sosem képzelte, hogy például egy kaszinó akár veszélyes üzem is lehet. A debreceni rendőrségre hajnali 2:30-kor telefonált valaki, hogy az Aranybika szálló kaszinójában egy ott szórakozó férfi váratlanul lövöldözni kezdett, és kisvártatva közölte, hogy senkit nem enged ki a helyiségből. A mindenre elszánt férfi azt is közölte, ha a követelését nem teljesítik, 5 percenként megöl egyet-egyet a kaszinóban rekedt emberek közül. Ráadásul azt is megígérte, hogy távirányítással felrobbantja a szálloda előtt álló autóját. A túszejtő egy debreceni 39 éves vállalkozó volt, egy szállítási cég társtulajdonosa, aki a Nap TV reggeli egyenes adásában kívánta az országgal megosztani pénzügyi gondjait. Hajnali 5 órára már a helyszínen volt a rendőrség különleges szolgálatának bevetési csoportja, és megadásra szólították fel a terroristát. Nagyon szépen megtörtént a zárás, tehát hogyha itt robbanás történhetett volna, le voltak kordonozva az utcák, meg volt egy külső és egy belső zárógyűrű, sőt egy földszint alatt és egy földszint felett is. A terrorista időközben ismét 2 lőtt vaktában a kaszinóban. A rendőrök gépkocsiját is átvizsgálták, mert a lőszert kereső kutyák jeleztek valamit. Mint kiderült, korai volt az ijegység, hisz a férfi táskájában csak korábban szállított lőszert, és ezt jelezték a kutyák. Az alkudozás hosszú ideig tartott, melynek során a különleges alakulat tagjai behatoltak a kaszinóba, és sikeresen lefegyverezték a terroristát. Sem önvédelmi célokra, sem egyéb célra nem tarthatta volna magánál a fegyvert. Az elkövetőt, ha oda kerül, 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélheti a bíróság.
Vékis Judit bárpultos felszolgáló ott az Aranybika szálló kaszinójában, így aztán tanúja, sőt szemtanúja volt ennek a sajnálatos esetnek. Ha visszatudja idézni Judit, hogy melyik volt az a pillanat, amikor az elkövetőn, vagy a terroristán, vagy a túszájtőn, ahogy tetszik, az első jelentkezett annak, hogy itt komolyan gondolja azt, amit mond. Amikor beérkezett a kaszinóba, nagyon feldult állapotban volt, de még akkor sem vettük teljesen komolyan, hogy ő azt követeli, hogy zárják be az ajtót, és se kisebb, minden forgalom lezárva. Tehát és bejött, és rögtön a bejövetele után ezt követelt, hogy zárják be az összes ajtót? Igen, zárják be az összes ajtót, senki sehova nem mehet. Ekkor még nem vette komolyan az inspektorunk, ő akkor elővette a fegyverét, ráfogta, bezárták az ajtót. Már nem az inspektor, ekkor, hanem a későbbi túlszejtő. Igen, a túlszejtő. És ekkor adta le a lövést a bejárati ajtó végére. Tehát egy lövés lement, ekkor mindenki megrezzent, vagy mi volt a fogadtatás? Még a játékosok játszottak, tovább nem vették komolyan, azt mondták, hogy de tényleg. Tehát tovább játszottak az asztalnál, mintha ez az atmoszférához hozzátartozna? Igen, azt hitték, hogy egy gázpisztolyjal szórakozik valaki, és majd a rendész elrendezi. Végül is a második lövésnél, ami a bárpultba érkezett, akkor vették már ők is komolyan, és halálsápadt arccal ültek végig, megdöbbenve, hogy úristen, most mi lesz. Ekkor kezdte a követeléseit, hogy nyilvánosságot akar, sajtónyilvánosságot, tévét, de ha egyetlen egy kommandóst is meglát, akkor percenként megöl egy túszt. Hányan voltak bent? 17-en, de két lányt elengedett. Maga mindezen közben végig a bárpultban állt? Nem teljesen végig, mert közben vendégül látta a túszokat. Mondta, hogy mindenkinek... Azért ez egy magyar terrorista sok tekintetben. Igen. Igen. És hát így mindegyiket ki kellett szolgálnom, minden egyes vendéget. Illetve. Az én híreim szerint maga volt az, aki gyakorlatilag végig szóval tudta tartani. Ön mitől tudott higgadt maradni? Nem tudom. Szerintem azért, hogy felelősséget éreztem a túsztársaimért, hogy így fogalmazzak. Egyébként hogy történt ez? Tehát önnel kommunikált már korábban is. Ugye törzsvendégről van szó, tehát ismerte a személyzetet. Én kétszer találkoztam velük, a többiek jobban ismerték, mert régi törzsvendégünk volt. És akkor maga miket mondott neki? Hát először is próbáltam beszéltetni, hogy mi a probléma, mondd el utána. Közben ott volt magával szemben egy fegyverrel a kezében? Igen. És hogy reagált például erre? Mondta szépen. Nem értem. Nehéz elmondani? Nehéz egy kicsit. Uh-huh. Nehéz, hogyha föl kell eleveníteni. Igen, szóval maga... rég történt. Hát igen, ez egy elég friss eset. Tehát maga nyugtatgatta, és erre ő nem heveskedett, vagy nem váltott ki rossz reakciót ez belőle. Hát akkor még nagyon feszült volt. Minden egyes zajra ingerült lett. Ekkor lőtt bele például a bárpult üvegébe is, mert a jéggép hangjára azt hitt, hogy valaki van a pultban. És többször ráfogta az emberekre, a vendégekre, a túszokra, hogy azonnal megöl valakit, ha még egyszer valaki megmoccan. És ekkor próbáltam nyugtatni, hogy nem szabad emberre fogni, tehát mint egy gyerekhez úgy beszélni lényegében. És ez hatott? Úgy látta? Tetszett neki, és hatott, és ezen csodálkoztam én is, és úgy láttam, hogy a többieknek is egy nyugalmat adott. Tartott a végétől? Már hogy mi lesz a vége ennek az egésznek? Inkább a legvégétől, amikor már mindenki feloldódott, hogy jaj, de jó, iszogatunk, bulizgatunk lényegében, hát ezt természetesen feszélyezettebben. Én akkor kezdtem tartani, attól még most jön a java, hogy még most lesz az, hogy bárhogy behatolnak, és lefegyverzik, és hogy remélhetőleg ne sérüljön meg senki. Önben volt félsz? De igazán, mondja meg. Sokszor rám tört. Főleg, amikor rám fogta a fegyvert, kifejezetten így. Volt egy olyan? Volt egy olyan szituáció. És azt például mivel szerelte le? Beszéltem hozzá akkor is folyamatosan, hogy ezzel nem oldasz meg semmit. Vagy amikor mondta, hogy felrobbantja az autóját, akkor is mondtam, hogy ezzel nem érsz el semmit, mert sajtónyilvánosságot sem kapsz így. Önmagadat is megölöd. Honnan tudta, hogy hogyan kell bánni egy terroristával? Nem tudom. Jött magától. Ám ugye a kényszerhelyzet miket ki tud hozni az emberből. Igen. Meglepő. Na most megint szakértőink egyikét szeretném hallani, mégpedig arról, hogy
mennyire befolyásolja, mert ugye az ön esete ezt is felvetette, mennyire befolyásolja a TUSZ viselkedése, a TUSZ szedő magatartását? Ad abszurdum, például hiszterizálhatja-e a TUSZ viszelkedése a TUSZ szedő viselkedését? Attól függ, hogy egy profi TUSZ-fogóról, TUSZ-szedőről van-e szó, vagy pedig, hát mint egy ilyen, az előbbiekben hallottak, egy ilyen amatőr jellegű. Most egy profi TUSZ-szedőt, azt nem nagyon lehet csillapítani ilyen esetben, de például egy ilyen amatőrt, mint ahogy általában az esetek mutatják, hogy Magyarországon többnyire szerencsére ilyen amatőr TUSZ-szedőink voltak, hiszen eddig még sehol nem történt tragédia. Igen, mindegyiket le lehetett szerelni. Az elmúlt közel, vagy mártán több is, mint egy órában hat erőszakos bűncselekmény tanúját, hol szemtanúját, hol pedig sértett tanúját hallottuk. Ma esti vizsgált témánk pedig az erőszakos bűncselekmények tanúinak helyzete, viszonya az elkövetőhöz, a hatósághoz, saját lelkiismeretükhöz. Hat eset, hat tanúja persze nem azt a társadalom többségében meglévő véleményt erősítette, hogy jobb nem látni, nem hallani semmit, mert abból baj nem lehet. A mi vendégeink ugyebár arcukat, nevüket, sőt a legtöbb esetben véleményüket is adták olyan ügyekhez, melyeknek így úgy az érintettjei. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!